Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag nagyon-nagyon vegyes, szerteágazó témát dolgozunk fel. Az első részben a parancsértelmezünk azaz a selünknek, bas vagy zsh hangnak a beállító állományát fogjuk végignézni. Miért? mert ezt érdemes ismerni, illetve a benne lévő lehetőségeket kihasználni. Ilyenek az aliaszok, a pat, az elérés útnak a korrekt beállítása, illetve természetesen egy kicsit kitérek arra, milyen egy technikával érdemes egy beállító konfigurációs állományt szerkeszteni. A trükk az, hogy érdemes lementeni. Azaz első körben megnézzük a BAS, illetve a ZSH-nak a beállító állományát. A másik Következő részben egy konfigurációt fogok bemutatni, amely a gyors billentyűt irányítja, a gyors billentyűket állogatja be. Erről már volt szó, és felmerülhet ez a kérdés, hogy jó-jó, te az Openboxot használod, meg az XFC-ben is hasonlóképpen, egy kicsit máshol, máshogy, de be lehet állítani a rendszerhez tartozó gyors és akkor minek egy külön programot erre használni? Azért, mert az Openboxnak az XML állomány, amiben te ezeket állogatod, hát eléggé összetett, és nagyon oda kell figyelni, hogy véletlenül se toljál el semmit. Azaz véleményem szerint legalábbis a jelen pillanatban úgy gondolom, hogy érdemes azt tenni, hogy van egy asztalél felületed jelen pillanatban nálam az Openbox, és annak van egy csomó gyors villentyűje, egy csomó beállítási lehetősége a gyári RCXML-be. Ezt érdemes beállítani és úgy hagyni. És érdemes egy másik programmal, egy nagyon pici másik programmal a gyors villentyüket külön fájba tartani. Azaz, ha gyorsan meg akarsz változtatni egy beállítást, egy gyors billentyűt, akkor nem kell az rcx emelt megnyírni, aminek a szerkezete viszonylag nagyon-nagyon kötött, és aki egy picit figyelmetlenül szerkezti, az úgy is járhat, hogy az open boxa összeomlik, nem indul, vagy hiba jeleket ad, azaz a gyári, a rendszerhez tartozó, az ablakkezelőhöz tartozó beállításokat egyszer megcsináljuk, és utána nem kell hozzányúlni egy-egy gyors billentyű megváltoztatásához, vagy átállításához, igaz? Ez külön fájlban fog megtörténni, és ez a fájl egyszerűbb, azaz sokkal átláthatóbb, és véleményem szerint kezdőknek kényelmesebben szerkeszthető. A harmadik részben pedig meg fogjuk beszélni, hogyan lehet legeneráltatni egy dinamikus, azaz, hogyha egy programot installálsz, Bekerül ebbe a listába jobb-klikes menüt az openbox Azért tettem ezt a legvégére, mert nyilvánvalóan aki nem openboxot használ, annak ez teljesen használhatatlan. Ez egy nagyon gyors, nagyon jó és részben már ismert. Legenerálási folyamat lesz, és egy kicsit bele fogunk nyúlni ennek a beállító állományaiba is, és ott egy kicsit turkálni fogunk, és testre szabjuk a dolgokat, illetve elmondom, hogy mire érdemes figyelni. Azaz, ezt a hármat fogjuk a mai nap megbeszélni. Elsőként nézzük meg a Shellünknek, a parancsértelmezőnknek, nálam a ZSH, másnál a BAS, vagy egyéb parancsértelmezőnek a beállítását értelemszerűen a te saját home könyvtáradban, a te felhasználói neveddel jelzett könyvtárban, ami a tied. Ott tudod ezeket az állományokat szerkeszteni. Mindenképp figyelj arra, hogy a beállító állományok kényesek. Hol jobban, hol kevésbé, hol nagyon-nagyon kényesek arra, hogy te odafigyelve normálisan szerkeszt. Nyilvánvalóan az emberek 99%-a nem úgy születik, hogy egy beállító állományt szerkeszen, és kisújába van minden pöttynek a helye, minden betűnek, zárójelnek, egyébnek a helye. Így bizony az első lépés mindig az legyen, ha bizonytalan vagy, azaz mindig, érdemes lementeni azt az állományt, vagy egy másolatot készíteni róla. Nagyon egyszerű módszerrel fogod, átmásolod egy másik könyvtárba, Esetleg, vagy csinálsz, megmutatom, hogyan egy másolatot automatikusan a szerkesztés előtt az adott beállító állományról. Ez nagyon fontos, mert hogyha te elrontasz valamit, és nem indul, akkor fogod, és visszateszed a régit, ami működött, de te beleturkáltál, és most már nem működik. Azaz, nézzük is meg, hogy az RC. A ZSHRC-je beállító állománya hol található? Hát ahogy megbeszéltük, a te saját könyvtáradba fog benne lenni. Ha bast használsz, akkor természetesen a BAS-RC-t használod, ha pedig a ZSH-t használod, akkor a .ZSHRC-t fogod használni, beállítani. Erre nagyon figyelj, azért hangsúlyoztam ki, hogy zshrc nem minden esetben fog megjelenni a te fájkezelődbe, általában és nem mindig sajnos nincsenek egységesített egy gyorsvé a Linux alatt, vannak hagyományosan megszokottak, de hát nem mindig és mindenki követi. Azaz nem mindig fogod te ezt látni, de általában a Ctrl H-val tudod eltüntetni, illetve előszedegetni a rejtett könyvtárakat, amik ponttal kezdődnek, illetve a rejtett rendszer állományokat, amik ponttal kezdőnek. Írtam egy kis gondolatot a dot fájlokról, ezeknek a szerkesztéséről, ezeken fussál át, és gondold át, amiket leírtam. Nem muszáj követni, de érdemes. Oké, okay, nézzük is meg, hogy mi az, amit én szerkeszteni szeretnék. A ZSHRC, hiszen én az ZSH-t használom, és nyissuk meg. Most így fogom megnyitni. Oda megyek, és megnyitom a kedvenc szerkesztőmet. Azt a szerkesztőt használod, amit szeretnél, ami a te kedvenced, rengeteg van, de arra figyelj, hogy az egyszerűbb szerkesztők, és úgy, hogy nem a LibreOffice-nak a vrátja, az irogatós programja, oké? Okay? A Word programja. Nem, nem ezzel kell, hanem az egyszerűbb, erre szakosodott, esetleg terminálos programmal érdemes ezeket szerkeszteni. Én jelen pillanatban a sublime textet használom, miért? Mert ez nekem bevált, de egyéb, akármilyen, ami neked tetszik, azt érdemes használni. Olyat használj, ami kiemeli, a szintaktikát, azaz ilyen szép színessé állítható, miért meg könnyebben átlátható és értelmezhető az, ami tőled nagyon-nagyon idegen az első időben. Oké, okay. megnyitottuk a kedvenc szerkesztőnket, a ZSH-nak a beállító állományát. Menjünk végig, és nézzük meg, hogy mit kell és mit érdemes tudni róla, mi az, ami ebbe bent van, és hogyan kellene azzal egy kicsit dolgozni. Az első gondolat az elérési út. Na hát ez az, amit mindenképp érdemes egyszer, pontosan egyszer átgondolni és beállítani, illetve úgy beállítani, hogy a későbbiek folyamán neked problémát, hozzányúlni nincs. Mi is az az elérés út? Ha bejutsz egy parancsot a terminálba, akkor egyértelműen el fog indulni, ha a Linuxod tudja, hogy hol van. neki van pár alapbeállításos elérési útja olyan könyvtárra, amiben ő keres. Ezt a rendszergazda, illetve a distribútor, aki elkészítette a te rendszeredet, beállítja, hogy például a fő könyvtárban lévő Alkönyvtárakat nézz át azt a párat, amiben lehetséges, hogy vannak olyan programok, amik indíthatóak. Figyelj rá! Ezek általában a főkönyvtárban, a gyökérkönyvtárban vannak. Oké, okay, térjünk is vissza arra, ami neked mindenképp beállítandó, ha nem úgy van beállítva, ahogy neked kényelmes. Az elérési út export part egyenlőség. Na hát ez egy változó. Export, pat, egyenlő. Ez egy nagyon kényelmes változó, mert ezt te könnyedén tudod szerkeszteni. Én azt csináltam, és szerintem nagyon jó gondolat, hogy a saját home könyvtáromba létrehoztam egy bin könyvtárat, és abba beírtam az összes olyan skriptet, odamásoltam az összes olyan skriptet, ami amit én készítettem. Nyilvánvalóan bármilyen könyvtárat létrehozhatsz, és abba berakhatod a te szkriptjeidet, a te általad írt programokat, egyebeket. De ezt a rendszeren nem fogja tudni. Hát honnan tudja az a szerencsétlen rendszer, a Kukutyin kettő könyvtár névvel ellátott kis könyvtáradba fogod belerakosgatni a szkriptjeidet. Nem fogja végignézni az összes könyvtárat, hogy hát ha talán van olyan szkript, amit te oda beletettél, hanem neked meg kell adni. Tehát beírtam, hogy hum per bin. Könyvtárba légy keresni. Az összeállítás, illetve ennek a szintaktikája nagyon egyszerű. Meg kell nézni kettős pont, elérésút, kettős pont, elérés egymás után irogatod be a könyvtárakat, nem kell 500 féle olyan könyvtárat létrehoznod, amiben te majd skripteket fogsz rakni, meg a te dolgaidat oda bele fogod rakosgatni, hanem elég egy vagy kettő, hogy rendszerezettel legyenek. Oké, az elérési út szerkesztése, ahogy lehet látni, nagyon-nagyon egyszerű. A lezáró tag a lezárásnál, itt látsz egy ilyen dollárjál, PET ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát bizony, hogyha későbbiekbe lesz olyan változó, ami part, egyenlőség, akármi, azt is legyen szíves ide beimportálni, és rakosgassa be automatikusan. Oké, okay hogyha ti megnézitek az én BIN könyvtáromat, gyorsan oda is lapozgatok, hol lehet talán a BIN könyvtár, itt van. Itt vannak egy csomó script, amit én írtam, összeszedtem, vagy program, amit ide bemásoltam. A apimage fájlokat is ide szoktam betenni, és akkor, mivel belekerült ez már az elérési útba, meg fogja találni a rendszerem, hogyha beírom például azt, hogy KDN Live, akkor ezt is el tudja indítani. Nagyon kényelmes. Oké, okay, itt láttok egy csomó alkönyvtárat. Nyilvánvalóan, hogyha te megadod a BIN könyvtárat, tehát a saját mappádba a BIN könyvtárat az elérési útba, akkor csak annak a könyvtárába fog keresni, az alkönyvtárakban nem. És ahogy láttátok, nekem a BIN könyvtárban elég sok alkönyvtár van, különböző olyan programokat, ebbe az alkönyvtárakba osztottam szét, ami nem egy vagy két fájból áll, hanem sokból. Természetesen ez be lehetne ömleszteni a teljes saját könyvtáradban lévő BIN könyvtár, és ott lenne jó nagy káosz, de nyilvánvalóan, hogyha törölni szeretnél egy programot, és a hozzátartozó ezer egy fajt, akkor nehézkes lenne ezt onnan hogy kitörölni kézzel. Ezek ilyen letöltött programok, például a Tor böngészőnek a könyvtára, például a Blender letöltött és nem felinstallált, hanem csak futtatható és rengeteg kis egyébben jövő Blendernek az alkönyvtárai. Ezt érdemes lenne, érdemes lenne úgy beállítani, hogy ne kelljen nekem megadni azt, hogy bizony ebbe a hosszú sorba, ami elég hosszú, legyen szíves keresni a Home Laci Bean per Blenderben is, tehát ebbe az alkönyvtárba, hanem öntevékenyen automatikusan keressen az ideve másolt alkönyvtárba. Ezt hogyan tudod megtenni? Ezt a változót kell beírni, tehát keressen find. Hát ez keresés, a te saját könyvtáradban a binbe a D, azaz mappák között típust megadtad, és hozzá teszi, és írja ki ezt a változót, ezt az érteget, az összes alkönyvtár nevét kiprintelje, és ez kerüljön be a padba. Itt a patváltozó megvan, ez szépen beírogatja ide, és még hozzá kettős pont, hozzá teszi ezeket az értékeket, nem egyesével kell megadni, hanem automatikus. Érdemes ezt a kis gondolatot magatokével tenni, és ezt a sort beírni. A blogomba az összes olyan, amire hivatkozok, sorok, írd be, érdekes lehet témát, egy az egybe be fogom másolni, tehát nem kell kézzel írogatni, csak esetleg átirod, hogyha te nem bint használsz, ha nem pont bint vagy, programoknak, a könyvtárának, saját programjainak, scriptjeinek, a könyvtárának neve, hogy mondjuk script, akkor bizony itt a bint megváltoztatod, és már menni fog. A következő, amit érdemes beállítani akár a BAS, akár a ZSH-nál, mi természetesen az, hogy vannak változók. Vannak változók, amik állandóak. Azaz például van egy olyan, hogy editor. Ha te valamikor, valahol, valamelyik programban, vagy esetleg maga a program hivatkozik arra, hogy az editor nevű eszközzel, avval az általad beállított változóval csináljon valamit, nyisson meg egy fájt, vagy irogasson azzal a fájlal, akkor bizony megkeresi, hogy van-e olyan változott, hogy editor, és hogy annak mi az értéke. Nagyon egyszerű ezeknek a beállítása, itt természetesen látunk első körben egy, egy ZSH-hoz tartozó változat, amit be kell írni akkor, hogyha föltelepíted az oh, mi zsh -t. A következő az editor, azaz az szövegszerkesztő, ami megnyíljon egy szerkesztésnél, az bizony mi legyen, a sublime 3 tehát a sublime textet szeretném használni. Hogy te ide mit írsz be? Az teljesen mindegy, ez a, mik te a saját felhasználói neveden dolgozol, és még nem változtatod, odáig az editornak a értéke szubl 3-as lesz, azaz, hogyha hivatkozik rá valami program, hogy dollárjel editor, akar bizony ez fog megnyilani, érdemes beállítani, mert kényelmi funkció, többi és ilyesmi, hogyha vannak olyan elgondolásaid, vannak olyan programok, vannak olyan scriptek, amik hivatkoznak a terminál változóra, és sok ilyen van, akkor érdemes megadni a terminál változót, és akkor erre fog hivatkozni. Ez egy ilyen kis rövidítés, megmagyarázzuk a rendszernek, hogy az editor az ez legyen. Az ESH téma az nekem ilyen, ezen a címen meg tudjátok nézni az ESH-nak a témáját, ez nekem a legegyszerűbb, tehát ilyen szép kis fölirat van, semmi csicsa, vagy 50 féle témát tudsz betenni, nem is igazán érdekes. A többi, ami kettős keresztel, hashtaggel van elindítva a sor, azok megjegyzések, azokat el kell olvasni, hogyha van, Értelmezni kell őket, le van írva, hogy mi, és ha kiveszed előle a pipát, akkor ma az egy aktív beállítási lehetőség lesz. Én, amit szeretek használni, amit használok, az természetesen kiveszem előle a kettős keresztet, és utána beállítom annak az értéket, odáig inaktív lesz. Amíg megjegyzés kommentként van nyilvántartva, azaz hashtaggel, kettős keresztel indul. Export, megint egy változó, nyilvánvalóan az export változó név egyenlő valami, az egyértelmű már ezekből, hogy így kell ezt megadni, ez is egy változó, ez nekem tetszik, használom. Tehát az ESH frissítése tíz naponként történje meg, egyébként rengeteg és a leírásban ott szereplő, beállítási lehetőséget tudsz ezzel megadni. A következő természetesen ilyen a pluginokat indítja el a sudot, azaz ez egy nagyon egyszerű plugin az ESA-hoz, a, a BAS RC-be ilyent nem fogsz találni, ez annyit tesz, hogyha van egy parancs, mondjuk egy rendszer frissítéses parancs, beírod és leenterezed és kérje a rendszer, hogy bocsítesó, de ez felhasználóként nem, csak emelt jogú, felhasználóként, rendszergazdaként férek hozzá, akkor nem kell az egész parancsot újra beírni, hogy sudo és a parancs, hanem kétszer megnyomom az ESC gombot, egy gyors billentyűt, amit ez a sudo nevű kis plugin használ, és akkor elindítja a parancsot, de eléje, oda teszi a sudot, nem, nem kell egyébet tenni. A több is hasonló, érdekes és használható pluginokat indít az Autonotify. Ez azt jelenti, hogy a terminálból, hogyha elindultok egy programot, és az 20 másodpercnél tovább fut, amikor lefut a program, ide ki fogja nekem érni a lefutás időt. A többi is nagyon-nagyon érdekes, hasznos dolog. Lépjünk is tovább, nézzük is meg, mi van itt. Nézzük is meg, hogy mi van még ebbe a fájba. Amit érdemes megtenni, bár, hogyha te csak a saját gépedre használod ezt a beállítófájt, nem annyira érdekes, kis okosság van. Ha van a home könyvtárodban egy pont .bin könyvtár, de direktori, akkor légy szíves a padba, az elérési útba bebigyeszteni. Igaz? Nagyon professzionális. És hasonlóképpen itt is megvan... Természetesen ezt én kiszoktam szedni, hiszen a saját gépemen ezek már be vannak állítva oda a legelejére, explicit, rendesen. A következő mi az az alias? Ez nem az a film, amikor egy helyes kis csaj rohangál, és legalább 500 kémszervezetnek dolgozik, és mindenkit agyon csap. Nem, ez nem az a dolog. Erről is írtam már egy cikket, majd belinkelem a leírásba, mármint a blogomba lévő leírásba, és olvassátok el az aliaszok, egy állenevek, egy a rövidítések. Ezeket érdemes használni. Miért? Mert hogyha te megadod a beállító fájba az, hogy aliasz, egy általad kitalált akármilyen név egyenlőségjel, se előtte, se utána nincs space, erre figyelj, és maskakörmök idézőjelek közé. A parancsot akar természetesen az aliaszként megadott, rövidített név, beírásával a terminálba ezt a hosszú parancsot fogja értelmezni. Ilyen az én általam nagyon kedvelt up al, rövidítés, alias, ami a jaj, kötőjel s, y, u, no konfirmot fogja neked meghívni, természetesen, hogyha ezt beállítottad, és hogyha árcs alapú rendszert használsz. Azaz, nagyon kényelmes az aliaszok használata, hiszen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 betű lenyomásával ilyen hosszú, vagy tántán ilyen hosszú parancsori parancsot fog helyettesíteni, álnevesíteni neked. Oké, tehát ide bármit be tudsz irogatni. Előfordul, és a végére megyek most, és erre nagyon figyeljetek, ha olyan a disztribúciód, hogy frissítés után neked a beállító fájlokat a te általad a saját home könyvtáradban tartod beállító fájlokat, például a basercét, vagy a zshrc-t, átirogatja, felülőirogatja, akkor érdemes ezeket a saját aliaszokat, amit te írsz, mert neked azok kellenek lementeni egy külön Ez úgy történik, hogy létrehozol a saját könyvtáradba, vagy bárhol egy zshrc-t, kötőjel personal, vagy akármilyen fajt, és nem ide irogatod be az aliaszokat, hanem ebbe a külön fájba, és amikor lefut a ellenőrzése a basnak vagy a ZSH-nak az indítása, akkor ő megnézi ennek a parancsnak a hatására, hogy van-e olyan F, előbb D volt már könyvtárakat tettünk meg vele, van-e olyan F, vagyis fáj, aminek ez a neve, és ha van, akkor légy szíves már beimportálni ebbe, és ebből légy szíves keresgélni az aliaszokat. Kényelmes. Az eles korol, ebben nem kell törődnötök, ez az LS-nek, illetve az exának a szín beállítása. Erről is volt cikk, ha akartok foglalkozni, hogy színes legyen az LS, tehát a listázásos parancs, vagy egy kicsit hát újabb, modernabb és parancsot szeretné például az exat használni, akkor ezeket a beállításokat megteheted. Oké, okay, menjünk vissza. Alias. Azért jó az alias, ahogy mondtam, mert egy gomnyomással terminálba, egy gomnyomással elvégez egy csomag Parancsot egy csomó beállítást. Most gondoljatok bele abba, hogy CP, akármi, akármi jó hosszú, jó hosszú. Nézzétek meg, hogy nem viccák jó hosszú, igaz? Jó hosszú parancsot, egyetlen erbetű lenyomásával, enterezés után elindítok. És térjünk vissza arra, hogyha te egy konfigurációs fájt szerkesztesz, akkor mit érdemes tenni előtte, lementeni, lementeni, menteni, menteni. Eltolod, előz benne valamit, nem indul a rendszer, vissza tudod állítani. Én erre azt találtam ki, nem én találtam ki, én is csak úgy olvastam, illetve láttam, hogy bizony csináljunk aliaszokat, ami automatikusan menti az adott fájt szerkesztés előtt. Tehát nálam mondjuk a C, nálam mondjuk az R betű, lenyomásával elindul egy CP. Másod le az Openbox rcx et egy, mindjárt oda megyek, egy Openbox rcx mel és dátum végű fájba. Tehát lesz egy eredeti fájlom, amit szerkeszteni fog, meg egy adott dátummal ellátott fájlom. Egy mentésem, és hogyha eltolom, elég kényes az rcxml-nek a szerkesztése, eltolom, valami nem megy és nem találom meg elsőre a hibát, akkor természetesen megkeresem az adott dátum, utolsó dátummal rendelkező fajt, levágom a kiterjesztést, és utána csodálatosan örülök, hogy visszaállt az eredeti rend, az eredeti fájl. Érdemes ezt a kis dollárjel, dátum, egyéb beállítást Megjegyezni, illetve használni, mert a dátumot megfelelő formátumba, nekem megfelelő formátumba oda vigyezni, meghívja a date parancsot, megnézi az, hogy milyen hónap hányadik napja van, mekkora óra, hányadik óra van, illetve a perceket is odaírja, és itt látjátok, hogy hogyan néznek ki ezek a fájlok, -ok, ezek a fájnevek, és utána, ha lefutott ez rendben, figyeljetek! kettő és jel van, rendben lefutott, akkor a szublő 3 megnyitja az RCXM-t. Szuper, nem? Hiszen, hogyha én oda megyek, megnyitok egy terminált, és beütöm az r et RCXM-mel könnyű megegyezni, akkor egy mentés után fogja megnyitni, szerkeszthetővé tenni az adott fajt. Kényelmes, nem? Nem kell ez az egész hobel van beírni. Nézzük is meg, mi a C. A C az egy nagyon érdekes dolog, a krontabot fogjuk szerkeszni, bele fogunk nézni, kitöröltem azokat a dolgokat a krontabból, ami hát nem publikos, van a munkámmal kapcsolatos időzített dolgok. Na, lényeg az, a krontab, mi ez? A kron egy a démon, egy háttérben működő eszköz. Írtam róla, olvassátok el azt a cikket, ő egy időzített szerkezet. Azaz, megmondod neki, hogy minden nap minden órájában, minden héten és minden hónap, év minden napján légy szíves, nulla perckor. Nulla perckor, minden óra első percében, első órájában van, vagy amit te kitalálsz, elindítani, végrehajtani egy programot, automatizálni tudod az uncsi feladatokat, amiket el szoktunk felejteni. Erre figyeljetek, hogy a szerkesztése úgy történik meg, hogy krontabb, kötőjel el, tehát nem egy fájt nyitsz meg, mint itt a többinél, vagy az előbb láttatok, hanem a krontabnak ez a saját szerkesztési eszköze, a krontab-e. Ez nagyon kényelmes, mert Egyéb programok mellett pár ilyen program van, aminek a saját, hát hogy is mondjam, szintaktikáját, saját maga ellenőrzés jó lenne, hogyha ez betartanánk, hogy nem minden, mindennel szerkesztünk, hanem ezeknél külön az előírt szerkesztési eszközzel dolgozunk, ez a krontab e A krontab-e editálás az úgy működik, hogy beírod, hogy krontab e és ő meghívja az editort, amit fölül már beállítottunk. De itt nem túl ideális az az editor, a Sublime text -nek a meghívása. Én úgy gondolom, hogy a crontab-nál érdemes a nano nevű nagyon egyszerű terminálos szerkesztőeszközt használni, vagy akármit, amit te szeretnél Ezzel bizony exportáljuk az editort, az a szövegszerkesztőnek a megnevezését, amit szeretnénk használni, tehát export, usr, bin, nano. Erre nagyon figyeljetek, hogy sok esetben elvárás a teljes elérési útnak a megadása, hiába van bent a padban az elérési utak között, a keresési utak között mondjuk a BIN, az USR BIN, van, amikor szereti, hogy ilyen szépen pontosan megadjuk. Tehát megváltoztattam, az editor nevű változott. Majd utána jön egy pontos vesző, ami lezárja ezt, és elindítja a crontab e parancsot. Nézzük is meg, mi a szösz ez. Indítunk egy terminált, és C betűt beírtam, C. Ilyen parancsom nincs, ez egy alias. És leenterezem, és meg is történt az, hogy áttírta a saját agyába az, hogy az editor nem a sublime text legyen, hanem a nano, egy nagyon kényelmes eszköz, Tudom, tudom, mindenki a VI-t szeretné használni, mert az nagyon profi és hú, de nagyon jó, de azért én inkább megmaradok az egyszerűbb szerkesztési eszközöknél. Na, lényeg, miről is beszéltünk. A krontabb szerkezete nagyon egyszerű. Ezek a pozíciók, aminél a legtöbb csillag adja meg a lefutási időpontot, az első a percet adja meg, tehát minden óra, mivel a többi csillag, tehát ha azt akarod, hogy minden nap fusson le, vagy minden héten, minden hónapban fusson le, akkor természetesen kicsillagozod. Ez azt jelenti, hogy a kettes, az első, minden nap, minden órájában, a hét minden napján, és minden hónapban fusson le az óra, második percében ez a parancs. Az, hogy flatpack uninstall kötőjel kötőjel unuszed, ez annyit jelent, hogy a nem használt felesleges árva flatpack csomagokat le fogja törölni, itt pedig az update kötőjel y azt jelenti, hogy update-elje, upgrade-elje inkább, így mondom, a flatpack csomagokat kérdés nélkül. Tehát az első pozíció a percet adja meg. Hogyha azt szeretnéd, hogy a hajnali egy órakor történjen meg, akkor természetesen a második pozícióba a második csillag, illetve itt az első csillag helyére beírod, hogy egy órakor fusson le. Érthető. A többi hasonlóképpen volt róla cikk használható. Lényeg, az előbb láttatok egy felvillanó kis kirást, az azt jelentette, hogy 0 vagy 30 perc van, 9 óra 30 perckor lefutott ez a mentési folyamat. Azaz érdemes elmélyedni egy kicsit a krontap használatába, és azt természetesen megtanulni és használni. Nekem egy olyan 20-30 sor van, ami beállítja azt, hogy mikor mi induljon. Miután végeztél a szerkesztéssel, lemented, be lehet csukni a rendszert, mármint a szerkesztő programot, és léphetünk is tovább. Nagyon egyszerű volt, ugye, a BAS, illetve ZSH rc nek a felépítése nem okozhat senkinek gondot, hiszen sima szövegfáj. A második részben meg fogunk ismerkedni egy gyors billentyű kezelő eszközzel. Ennek a neve SXHKD. Nagyon egyszerű, feltelepíted a disztribúciódban megszokott eszközzel, csomagkezelővel feltolod. Ez sac per kb. egy tized másodperc, mert igazából ennek mérete nincs. Nagyon picike kis dolog a következő lépés. Létrehozod a konfigurációs állományt, nem fogja neked létrehozni, és egy standard helyen fogja keresni, hol a te saját könyvtáradban, természetesen home.laci.config, alkönyvtárba, hiszen a pont .config alkönyvtárba bizony ott vannak a konfigurációs fájlok. Hogy rend legyen, természetesen létrehozol egy SXHKD nevű könyvtárat, majd abba belépsz, és meglepő módon a konfigurációs fáj neve SXHKDRC. Ez egy sima szövegfáj, azaz létrehozol egy sima, üres szövegfájt, egyszerű szövegfájt kiterjesztés nélkül, és elé nem kell pont. Nagyon egyszerű, tehát nem rejtett állomány lesz. Ezt létre tudod hozni ezzel a kis parancsal, természetesen a lacit kicseréled arra, ami a te felhasználói neved, és létre fog jönni, üres lesz, teljesen üres, de hamar feltöltjük beállításokat. A következő gondolat nyilvánvalóan, hogy egy program, ha szeretnéd használni arra, hogy akármire, ami annak a programnak a funkciója, el kell indítani. És jó lenne, hogyha nem kézzel kéne indítanod egy gyors billentyű kezelő eszközt, beteszed az autó startba. A te ablakkezelőd a te általad használt felületnek megfelelő indító, automatikus indításos dologba be fogod tenni. Openbox alatt nagyon egyszerűen vagyunk, betesszük az autostart sima szövegfájba, az SXHKD-t, és utána már indulni is fog. Nagyon egyszerű, következő indításnál indul. Nézzük is meg a fáj szerkezetét. Az első körben üres természetesen nem lesz ott ez a sugorész, amit én elkészítettem, de lényeg, bemész a konfig könyvtárba, pont konfig, ha nem látod a pont konfig könyvtárat, akkor természetesen rögtön eszedbe jut, hogy rejtett és a rejtett fájlokat csak a te általad használt fájkezelőben megszokott ctrl vagy egyéb gomb lenyomásával tudod előkeresni, bemész, és utána odamész az adott állományra, amit te létrehoztál, üres rákattintasz, illetve elindított szerkesztése. Miután megnyitottad az állományt, természetesen nem fogod látni ezt a sugórészt, de én szeretek ilyen sugókat létrehozni. Olyan beállító fájlokhoz, amik még idegenek, bár nagyon egyszerű az állomány, tehát itt azért nagyon-nagyon el nem tudsz tévedni de biztos, ami biztos, ezt a sugarrészt bemásolom a blogba, és utána te tanulmányozhatod. Természetesen a leírásba is bent van, nyilvánvalóan egyértelmű, ugyanez, de angol és példák nélkül. Mit tud ez a kis eszközünk, milyen billentyű kombinációkat tudunk megadni? Az alapbeállításos billentyű kombináció egyszerű, módosító, space, üres hely, plusz, megint üres hely, Billentyű, ennyi. A Super a Windows billentyű, tehát ez nagyon egyszerűen a Windows billentyű, és az A betű lenyomásával elindítja a programot, akármi programot, amit te oda beírsz. Ennél egyszerűbb nem lehet. Az, hogyha egy billentyűnek a nevét nem ismered, akkor nagyon egyszerűen ezt a sort fogod. És kivágod, beillesztjük egy terminálba, és lenterezzük. És bizony, hogyha lenyomjuk az ESC gombot, akkor ő ide ki fogja neked írni, hogy ez kép annak a neve. Ha lenyomod az F1-es gombot, akkor ki fogja neked írni, meglepő módon, hogy F1 a print gombot lenyomva, ki fogja írni neked a printet. Azt hiszem ezt érdemes túlragazni, nem? Ennél egyszerűbb, és jól használható kis billentyű név program nincsen, illetve természetesen, hogyha nem a billentyűzetet akarod beazonosítani, hanem az egérgombokat, akkor nem ezzel, hanem ezzel a kapcsolóval kell indítani. Nagyon egyszerű, próbált ki, rájössz, hogyan kell használni, azaz már ismered a gomboknak a nevét. Maga az alap billentyű kombináció nagyon egyszerű, van egy módosító plusz az a betű, amit szeretnéd, és indul ez a program. Ez úgy működik, hogy lenyomod ezeket, elindítja a programot azonnal. Ha azt szeretnéd, és ezt én nem használom, mert engem ez nagyon zavarna, hogy csak akkor induljon el a program, hogy, ha te a billentyű kombinációt el is engeded, akkor elé teszel egy kukac jelet. Nem használom, szerintem ez már túl extrázás. A következő már egy kicsit érdekesebb. Vagy egy program különböző kapcsolóit tudod megadni, vagy különböző programok indítására ad ez a szerkezet lehetőségeket. Módosító, én a szuper, azaz a Windows gombra csináltam a példákat, de természetesen Alt, Shift vagy egyéb is lehet. A módosító plusz kapcsol zárójel, veszővel elválasztva 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, akármennyi betű, egymás után felsorolva, az azt csinálja, hogy a program egyik másik harmadik kapcsolóját, vagy egyik másik harmadik negyedik ötödik programot fogja elindítani. Tehát ha lenyomod a szupert és az A betűt, akkor az egyik kapcsolóval indul el az a program, vagy az egyik nevű programot indítja. Ha B-t nyomod le, akkor a program másik kapcsolójával indul, Aha pedig a c -t a példában akkor a harmadik kapcsolójával, vagy az itt felsorolt harmadik nevű program fog elindulni. Majd lesz rá példa nagyon jó dolog, mert például egy fájkezelő sort. Tehát van több fájkezelő, úgy szeretnéd elindítani, hogy szuper plusz A, super plusz B, super plusz C, akkor nem kell külön sorokat létrehozni, vagy különböző kapcsolókkal, beállításokkal szeretné programot indítani, nem kell külön-külön mindegyikhez ilyen szerkezetet létrehozni, hanem egymás után is meg tudod adni. Egy picit összefogottabb lesz, jobban átlátható lesz a szerkezete a beállító állományonak. A következő gondolat természetesen az, ha felengeded a Super-O kombinációt, itt az a példa, utána lenyomod az f akkor elindítja az első programot, majd a második betűz a másodikat, harmadikhoz a harmadikat, ezt se szoktam használni, azaz igazából az, hogy lenyomsz egy billentyű kombinációt, fölengeded, majd utána lenyomsz egy következőt, akkor természetesen, hát az egy kicsit bonyolult nekem, én ezt, én ezt más szerkezettel szoktam megoldani, de használható, használható, és érdekes is lehet, hogyha ilyet szeretnél. Oké, okay. módosítók hozzáadása a módosító billentyűhöz. Azaz előfordulhat az, hogy te szeretnél egy olyan szerkezetet létrehozni, hogyha lenyomod a super gombot és a P betűt, majd mutatok rá példát, akkor a Discord induljon el, de hogyha a Super plusz a Shiftet is mellé lenyomod, akkor a következő program induljon el. Az a Super Shift P a Pamacs Manager-t indítja majd el neked, és az bizony, az nagyon jó lesz. Tudod csoportosítani a billentyű kombinációkat. Én ezt megmutatom, mire használom. Ha a terminálos programot szeretnél elindítani, úgy, hogy ne háttérbe fusson, meg egyéb, hanem terminális nyíljunk meg, akkor a dollárjel terminál kötőjel, kötőjel e, és a program neve hátop, természetesen kapcsolós zárójelbe beírva, ez a szerkezet fog számodra kelleni. A kódok neveit összeszedtük, nézzünk meg egy-két gondolatot. Nálam kettő darab, nem kettő, három, négy, öt, KDN Live van felinstalálva, de hát én szeretném eldönteni, hogy a billentyű kombinációra melyik induljon, és azért egy másik billentyű kombinációra Induljon el egy másik KDN Live, azaz hogyan oldottam meg a szuper lenyomásával, és a K lenyomása, a Super Plus K az elsőt indítja el a KDN Live-ot, ami egy apimics fájl, a padba be van írva, és el fogja indítani. A Super Plus Old együttes lenyomása mellett lenyomott K pedig elindítja a flatpack csomagként felrakott KDN live-omat. Azaz, így szépen skálázni tudom, hogy A vagy B program induljon el, és meg tudom jegyezni, könnyű megjegyezni, nem? Super K, KDN Live, az elindítja a fő programot, amit szoktam használni, ha módosító billentyűt, nyilvánvalóan a mellette lévő altot szoktam erre használni, azt is lenyomom, akkor egy másik program fog elindulni. Nagyon kényelmes a másik szerkezet, amit érdemes használni. Ha több fájkezelőd van, akkor természetesen nem érdemes, legalábbis szerintem olyan szerkezetet létrehozni, hogy fájkezelő, Super Plus F, Space FM-et indítja, majd egy külön sor fájkezelő, Super Plus D, és a Double commander indítja, volt róla mind a kettőről videó nagyon jó, hanem ezt így összetudod csoportosítani, és akkor nincs olyan, hogy a beállító fájlodba keresgélni kell valamit, hanem egy helyen megtalálod. Azaz, módosító billentyű plusz F, az a Space indítja a Super plusz D, az pedig a Double commander fogja elindítani, és hogyha még ide veszővel elválasz, a felsorolnék 20 darab a betűt, és ide a programokat, akkor egymás után elindítja. Ez elméletileg kiváltaná az, hogy egymás után legyen ilyen felsorolások, hogy Super plusz M, Super plusz Escape, Super Plus L, Super Plus T, tehát ezeket a felsorolásokat így egybe tudnád tenni, de az már nem lenne átlátható. Én egy csoportba tartozókat szoktam így egy kicsit összevonni, mert gyorsítja az írást. Ezt a szerkezetet ismerjük, Super Plus T-vel elindítjuk. A terminált nagyon professzionálisan előugrat, Super plus -el átnevező teljesen. Ezt a szerkezetet érdemes használni hiszen ezzel leállítod és indítod az SXHKD-t, azaz beolvas éppen szerkesztett konfigurációs állományt, tehát meggyőződsz róla, hogy tud működni az a beállítás, amit te használsz. Egyébként teljesen mindegy, hogy beleteszed -e vagy nem, én szeretem, mert akkor a szuper eszköre elindul a állomány beolvasása, fél másodperc, és utána már az élő szerkesztettet tudod használni, kipróbálni, és szépen egymás után beírogatod. Nem csak egy programot tudsz beírni, vagy egy programot elindítani, hanem egy komolyabb szerkezetet is össze tudsz hozni. Super Print elindítja a skrotot, az az ilyen asztali képmentőt, és mentsen le képernyő képemet, és adja hozzá a dátumot, és utána természetesen tegye be a képek közé. Ezt jelzi ez a szerkezet, azaz, nem csak egy program indítása, hanem egy összetett program sor, vagy felparaméterezett program indítására is alkalmatos. Arra figyelj, hogy hova kerülnek a idézőjelek, egyes kettes idézőjelek, mert azért erre kényes, azaz az idézőjeleket megnyitjuk és be is zárjuk. A következő szerkezetre érdemes figyelni, mert előfordulhat az a kellemetlen helyzet, hogy te az Ocean egy szerkesztő program, hangszerkesztő program, volt róla a szó, természetesen már be is mutattam, azt ide szépen beírod, mint az audacity és nem indul. Ütlegeled az Super Plus O-t, hiszen első helyre őt írtam be, hogy a Super O-val indulna, nem indul. Az egész elérési utat is be kell ennél például írni, tehát hogyha valami nem indul, akkor vagy rosszul írtad be nevét, az előfordulhat, vagy elvárja a teljes elérési utat. Ez a kettő hiba lehetőség lehet. Az editoroknál hasonlóképpen egy másik szerkezettel, de már ismert szerkezettel, Super E a subl text editor-t fogja nekem elindítani, hogyha meg másikat akarom, akkor Super plusz Alt plusz E, és akkor a gini fogja elindítani. Egyszerű, a többi már ismerős, tehát nem nagyon... Van értelme ezzel foglalkozni, felsorolni, és én egy ilyen kis, szép kis end lezárással szoktam lezárni. Magyar Arcs egyik konfigurációs lehet, hogy pont ez a konfiguráció fájlába láttam. Nagyon jó, hogy látod, hogy vége van. Körülbelül ennyi. Még egy figyelmeztetés, illetve gondolat. Mielőtt elkezded ezt a programot használni a gyári eredeti, jelen esetben, mivel éppen a Open boxon vagyok, az RCXML-ből ki kell takarítani azokat a gyors villentyüket, amik ide átkerülnek, mert gondot okozhatnak, és ütközhetnek egymással. Azért figyelj rá, hogyha máshol is be van állítva a gyors billentyű, akkor az fog működni. A gyári a ablakkezelő asztali felülethez tartozó beállító fájba vagy akármibe található gyors billentyű elsőbséget élvez ezzel kapcsolatban, tehát előbb abból kiveszed, és utána ebbe beírogatod, a következő rész már csak kizárólag az Openbox-ot használóknak lesz érdekes, méghozzá olyanoknak, akik szeretnének egy dinamikusan legenerált, jobb klikkes egérmenőt beszerezni. Mit jelent az, hogy dinamikus? Ha beinstalálsz egy programot, feltelepítesz egy programot, akkor kerüljön be automatikusan ebbe a rendszerbe, tehát a jobb klik, és nézzük meg, ilyen legyen, és ezt automatikusan tartsa karban a rendszer. Fölrakok egy programot, kerüljön be. Ennek az a hátulütője, volt már erről szó, hogy hogyan lehet ezt kézzel beállogatni, hogyan lehet ezt kézzel szerkeszteni, hiszen van, aki szereti, hogy nem automata, hanem stabil, statikus menüt kap, annak bizony ez nem alkalmatos, hiszen ez dinamikus, dinamikus, azaz felraksz egy programot, berakosgatja ide. Ez nagyon szép, igaz? Nagyon szép, professzionálisan összerakott megoldás. Hogyan lehet ezt megtenni? Első körben fel kell tenni az OB menü generátort. Erről már volt egy kis cikkecske, ott közöltem azt a kis script szerűséget, amit be kell írni a megfelelő helyre, hogy működjön. De első lépés az, hogy az OB menü generátort felrakod. A második, ott lesz a honlapomon ez a kis szöveg, tehát ettől nem kell megijedni, hogy fejbe kell tartani és bemásolni. A menü XML-be be kell írni ezeket a sorokat. Nem hosszú, de nagyon-nagyon egyszerű kis dolog. Lényeg, ezt pontosan ugyanígy be kell másolni, mert a pontosság itt nagyon fontos. Tehát a menü XML-t megadtuk. Látható, Látható, nekem van az eredetéről is egy mentésem, hogyha véletlenül valamit eltoltam volna, akkor természetesen kiveszem a mögötte lévő kiterjesztést, és akkor a régi fog működni. Következő lépés. A következő lépés, ha neked úgy, ahogy jó, ahogy gyárilag kapod, tehát ilyesmit szeretnél, semmit nem akarsz állogatni, akkor nincs teendőt. Itt be is fejezheted, a videó nézését legenerálja neked a következő kattintása a menüt, és nagyon szép lesz ikonokkal vagy ikonok nélkül, ahogy szeretnéd. Ha szeretnéd egy kicsit beállogatni ezt az eszközt, úgyhogy neked jó legyen, meg vannak olyan részek, amiben ő nem fog belenyúkálni, és szeretnéd azokat egy kicsit pontosítani, akkor kettő fájt kell megnézned, és abba egy kicsit turkálnod. Nyilvánvalóan az OB menü generátornak a beállító állományai a Home Laci, a saját könyvtáram, pont config OB menü generátorba lesznek megtalálhatóak. Három darab fáj lesz, legalábbis alapesetben, ebben a könyvtárban a config, illetve a séma. A konfigot fogjuk először megnézni, rákatintunk, megnyitjuk, itt nagyon-nagyon figyelj, én csak megnyitom és nézegetem. De te első lépésben légy egy másolatot, egy mentést készíteni, mert ha ebbe beleturkálsz és hülyeséget írsz vele, akkor neked gondjaid lesznek, nem úgy működik, nem jól működik, meg különben is össze-vissza katyvaszt kapsz menü helyett. Na lényeg, egy szépen kikommentelt, nagyon egyértelmű kis fájt fogunk kapni. Az elején van a sugó rész, ezt nézd meg. Önmagában a konfigurációs fáj nagyon egyszerű. Ha te semmihez nem nyúlsz, akkor is nagyon szépen fog működni. Pár kis gondolatot tennék. Természetesen felfedezzük az, hogy az első bejegyzés az editor ezt érdemes átállítani arra az editorra, arra a szövegszerkesztőre, amit te szeretsz. Hogy te mit szeretsz, az a te dolgod. Én a Sublimer Textet állítottam be, hiszen, hogyha már megvettem, akkor mindenhol ezt szeretném használni. Kényelmes, nagyon jó. De azt használsz, amit akarsz. És én azért szeretem, mert ilyen szép kis színekkel jelzi az összes dolgot. Ez egy fontos beállításos gondolat. Itt figyelve. beírod. A következő, amin alapesetben neked semmit nem kell állítani, hogy hol keresse a desktop fájlokat. Azaz, most már leesett nekünk, hogy ő nem úgy kitalálja, hogy milyen program van, és azokat fölrakosgatja, szépen a menübe meg, megkeresgél, hanem megnézi ezeket az elérési utakat, ahova általában a installáció után a felrakott programok berakják ezeket a desktop fájlokat. Ez ilyen kis iránymutató fájlok -ok a rendszernek, hogy mit kell elindítani, milyen ikon tartozik hozzá, meg egyéb ilyesmi, ami a start menüt is segíti, hogy hát melyik kategóriába rakja bele azt a eszközt, melyik név alapján, milyen felirattal, milyen ikonnal legyen. Tehát ez egy kis iránymutatás, és ezekbe van. Gyakorlatilag neked nem kell állítani semmit, hogyha te saját ilyen desktop fájlokat hozol létre, mert létrehozhatsz egy programhoz, amihez nincs, vagy átírhatsz ilyeneket, mert ezek egy szövegfájlok, tehát nem egy agysebészet ezeket szerkeszteni, ezekbe a könyvtárakba érdemes belerakosgatni, ha te úgy gondolod, hogy ezeket a desktop fájlokat, amit te létrehozol, más könyvtárba szeretnél, akkor ide csinálsz egy megjegyzést, egy újabb bejegyzést, és akkor ott is fog keresni, alapesetben hozzá se kell nyúlni, a többihez sem kell nagyon-nagyon piszkálgatni. Érdemes véleményem szerint, hogyha nem az X-termet használod, terminálnak ezt átírni, nyilvánvalóan, ha valaki nem szereti a konfigurációs fájlokat szerkeszteni, akkor föltetsz az x termet gyakorlatilag. Ezzel további teendőid nincsenek, alapesetben egyetlen egy változtatást kell tenni, a subl 3-at beírod, vagy a te általad kedvelt szövegszerkesztőt beírod, és utána ennyi, a többi egyébként ki van normálisan kommentelve, séma azaz hogyan nézzen ki a te jobbklikkes menüt. Ez egy séma fájl, amit neked érdemes első körben lementeni, majd szerkeszteni, hogyha szeretnéd, de nagyon szépen fog működni akkor is, hogyha te nem nyúlsz hozzá. OB menügenerátor generátor fájl. Ez nagyon egyszerű. Itt ki van kommentelve, hogy mit, hogyan, kell beállítani bejegyzések, dolgok, a pipe, tehát a csövek összeállítása hogyan történik, látható nem egy agysebészet, maradjunk annyiban nem egy agysebészet, hogy egy bejegyzést úgy adsz meg, hogy a parancsot majd utána megadod a nevét, meg aztán egyik egyikont. Nézzük is meg! Nézzük is meg az előbb beállított konfigurációs fájlt, az elvárt, és azt fogja meghívni. Három olyan blokkot érdemes szerkeszteni, illetve nem hozzányúlni, hogyha úgy érzed, ami, ami fontos. Három részből áll. Nézzük is meg. Első rész, ami itt a kategóriák fölött vannak, ezek egy ilyen standard beállítású gondolatok, például a File manager, a Terminál, a webkereső, illetve a parancsfuttató kis ablakocskának mi legyen a parancs neve, meg hát mi az, amit szeretnél ott használni. A következő, ez a Start menüszerűség. Tehát az a kategóriák szerint összerakott dolgok, és utána van egy ilyen hát haladó beállító file Szerkesztő kis menü része, ebből kivehetsz, ehhez hozzáíhatsz, és én bizony a kilépési részt is egy kicsit kibővítettem. Az első blogban a fenti 4-5-6, amennyi be van állítva neked, kis menüpont, választási lehetőség definiálása történik meg. XDG Open, bizony ez a file manager, legyen szíves, az alapbeállított file manager megnyitni, ehhez általában nem szoktunk nyúlni, miért? Mert beállított, alapértelmezett file manager azt, amit te szeretnéd, és akkor működik a nevét, megváltoztathatod, simán átírhatod, és az ikont is átváltoztathatod, amire akarod, de én nem szoktam. Xterm az a terminálnak az indítása, amit te szeretnél használni. Nézzük is meg nekem az Xterm, az bizony bevan egy rakva. Igen, be van rakva, és ott van. De hogyha szeretnéd ezt átérni másra, minden gond nélkül átérhatod. XFCN 4 terminálra át tudod írni. Én át is fogom majd írni. A következő XDG Open és HTTP per, ez a webbrowser alapbeállítású Web-böngésződet fogja elindítani, ezzel az ikonnal fogja kirakosgatni neked. Igen, nagyon szép. A következő a GM run, ez a kis panelka, ami parancsot indíthat, azaz, ebbe a részbe beírogatod azokat a főbb használt parancsokat, amiket te szeretnél ott külön a fejlészbe látni. Utána egy kategóriát is létre tudsz hozni, Például a szeparátor, hát a szeparátor és szeparátornak tudsz nevet adni, két kis időzőjel között van, és legyen ez, hogy kategóriák. Remélem jól elírtam, lementettem, és mit látunk? és rögtön itt át is írta, ennyi az egész, de figyelj oda, hogy sem a élet, sem a idézőjelet nem kéne piszkálgatni, meg ha lehet a Vesződneszed ki. Utána definiálva vannak azok a dolgok, hogy ő nézze meg azt a előbb megbeszélt desktop fájlok -ok helyeit, elérési könyvtárait, és aminek az a neve a Utility, azt rakja be ebbe a kategóriába, és hát bizony annak a kategóriának legyen ez a neve, Látható, hogy egy csomót már én átírtam a magyarra, mert számomra szerintem a fejlesztés az lényegesen jobb, meg hogy grafika az magyarul van, multimédia az a magyar szó, amúgy is hálózatiroda, tehát a labeleket, a neveket átírhatod, ezekhez nem kéne nyúlni, meg ehhez sem kéne nyúlni. Nyilvánvalóan, hogy game, játékok, mivel nekem játékkategória nincs felrakva, bizony nem fog olyat találni, ő legenerálja oda megy a könyvtárakba, amiket ott alapesetben meg vannak adva, és te is ki tudod egészíteni, végignézi a desktop fájlokat, amiben az van írva, hogy utility csoportba légy berakni, az berakja abba a csoportba, és kilistázza, és a tartozó ikonkákat is megkeresi, és be fogja rakni, ha úgy kéred. Ennyi az egész. A következő rész, ami nekünk itt alul van, a haladó beállítások, hát bizony azt mondja, hogy haladó beállítások, hát bizony azért ez nem magyaros jó. Én azt mondom, hogy annak legyen haladó a neve, a szeparátor undef, tehát csak egy csikot rajzolj ki, de egyébként beirogathatsz akármi szöveget, ez szerint, tehát a szeparátor után, ha ilyet adsz meg, akkor nevet is fog kapni, haladó, beállítások, és akkor lementem, és akkor nézzük is meg, ide már a haladó beállítások lesznek. Utána item bejegyzés, név, és a kis ikonka nevét, illetve a csoportosítását tudod megadni. Nagyon professzionális editor, ezért mondtam, hogy az editort állíts be arra, ami tetszik. Tehát meghívjuk az editort, és az editor nyissa meg a Konki RC-t, és ez a neve, hogy a Konki RC, odaírhatod, hogy szerkesztése is, editor tint panelnak a szerkesztése, nagyon professzionális, de bármit megadhatsz, és ilyen behúzásokkal egy-egy almenüt tud rehozni, nézzük meg, hogy itt van, hogy haladó beállítások, a Konki RC, a Tint ami külön itt van, az külön van, és az OB generátor behúzás, cső, akármiként van egy almenü elkészítve, amit itt tud elkészíteni, tehát beg, és akkor be fogja húzni egy odé, de akárhány ilyen behúzást, almenüt létrehozhat. Itt is van OB menü generátor, S, C, ez bizony elindítja a statikus menü legenerálását, hogyha ikonka kell, akkor az i betűt. Ezt ki tudod egészíteni akármennyi olyan parancsa, amit szeretnél itt az alsó részben, vagy akármelyik részben elhelyezni, nyilvánvalóan almenük létrehozásával nagyon-nagyon szépen meg tudod készíteni azt a rendszert, azt a menürendszert, ami számodra kell. A következő gondolat open boxhoz tartozó dolgok a behúzásnál megint a begnél meg tudod nézni, hogy open box, mivel Beg adva csinál egy almenüt, és ezeket bizony tudod te szerkeszteni. Itt is meg tudod hívni az editor parancsot, és utána szerkeszed. Nyilvánvalóan az editálásra mentek rá. A következő a lábléc, az a kilépéshez tartozó dolgok, vagy akármi, amit te szeretnél beirogatni, a kilépés felirat, tehát a szeparátor kapott egy nevet, és az item, a bejegyzés, az x akármi, na no, hát ezt kitöröljük, mert bocsi, de nekem ilyenem nincs, kitöröljük, és fölléptetjük, figyelj rá, itt is érdemes kikommentelni hashtaggel, két hashtaggel kikommentelni, hát jó lenne, hogyha emlékeznél rá, hogy mi, és bizony meg tudod hívni az Exit-et, az OpenBox saját parancsát, és utána hozzá tudod adni például azt, hogy Obélug out, Tehát a kiléptető kis eszköznek a programot indítani, de akármennyi programot be tudod tenni, a szerkezete nagyon egyszerű. A komment sor be kell tenni, lemásolsz egy ilyen sort ide az idézőjének közé, beírod a parancsot kap egy nevet, beszélő név, értelmes név legyen, és meg kell adni ikonnak a nevét, és akkor szépen be is fogja ikonozni, hogyha úgy szeretné. Tehát bizony én oda tettem hozzá a kilépés ikont, hát a exithez hozzá tartozik szerintem a kilépés ikon. Ennyi bonyolult, nem lemented, és a mentés után Látható, hogy innét kikerült a harmadik rész, az, amit én éppen nem használtam. Ennyi? Volt bonyolultság? Igen. Oda kell figyelni? Igen. Ez nem olyan, mint az előbb bemutatott gyors billentyű, vagy pár kis szöveg, hanem azért itt pontosan kell dolgozni. A gyors és pontos munkának van egy egyszerű kis trükkje. Nem írunk be semmit, ami már készen van, mert ami készen van és eddig működött, abban nincs hiba, hanem lemásoljuk, nézzük is meg, hogy mit és hogyan kell csinálni. Ennyi lemásolod, és beigazítod, hogy ki is nézzen, és a pamacsot fogjuk indítani, beírjuk ide a parancsot. Látjátok, nincs hibázási lehetőség, nem lesz kettő egyenlőséggel rossz irányú kacsacső, hanem csak azt írjuk át, ami számunkra fontos a Pamacs menedzser, hát nem kilépés lesz a neve, hanem csomi jó? Csomi remélem nincs hiba. ctrl ment, lement, és itt van a csomi kezelő, és elindul a csomagkezelő programocskánk. Oké, láttátok, nem egy agysebészet, csak oda kell figyelni. Hát, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Remélem mindenki, hát egy kicsit átlátta, hogy érdemes körbenézni a beállító fájlokba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!